Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek, még egyszer 20 óra 15 van, tehát percre pontosan, ha jól jár az órám, kezdődik a webinárium, ami a tőzsdepszichológiáról fog szólni, föl fog kerülni a YouTube-ra, nem ez lesz a címe, a dátum alapján tudjátok majd beazonosítani, talán trendvonalak alakzatok ilyesmi címmel lesz, amit majd hétfőket magasságba ki fogunk cserélni, mert hogy nincs meg nekem ez a kép, amit föl kell tölteni mellé. A tőzsde kockátos, tőzsdézők 76%-a jelen statisztika szerint bukik. Szerintem az egyébként lehet 80-90 is, ha a piac úgy akarja. Ezt lesz időtök elolvasni még az előadás folyamán többször is, és én azt gondolom, hogy gyorsan bele is vágunk a lényegbe. Gyors keresztkérdés, hanggal, képpel minden oké? Chat ablakba várom a válaszokat, folyamatosan kérdezhettek, ha bármi nem világos, nyugodtan írjatok be. Chat ablakot nyitom, minden rendben. Gábor válaszolt, Gábor demójába bele is megyünk gyorsan, és kielemezzük pszichológiai szempontból jó párkötését. Picikét arrébb kell rendeznem az ablakokat. Aztán, akiknek ez unalmas, mert már látták, azok sem menjenek el, mert lesz rengeteg kép, rengeteg új dolog. Ez egy egyperces chart. Skalpolással foglalkozik Gábor, demo tulajdonosa, trendvonator is lépett be. Itt volt a stop loss, ez egy biztonsági stop loss, a stop elhelyezésének azok az volt, itt volt egy szint. Ilyenkor, amikor picikelotokkal kereskedik, ahol látjátok az egységet, rövid távon a tőzsdepszichológia más szempontja érvényesülnek, mint hosszú távú trédereknél. Ilyenkor lehet azt sejteni, hogy behúzunk különböző szinteket, akkor vagy eddig jöhet fel az árfolyam, de amikor te egy egyperces chartnál itt ülsz, ezen a környéken, akkor vagy nem nagyon vonalkázol, vagy izgulsz azon, főleg úgy, hogy Gábor tudta, hogy bemutatjuk ezt a demót itt 200 ember előtt, hogy nehogy baj legyen, nem szeretett volna veszíteni, ezért lezárta ezt a pozíciót viszonylag korán, de egyébként egy parciális részt hagyott futni, úgy, ahogy azt szerintem profi kereskedőknek kell. Ha ez a belépési pontod, és körülbelül elmegy egy akkora távolságot a piac, mint amennyire az ideális stop van, akkor egy részét a pozíciónak el lehet tenni. Van, aki a kétharmadát teszi, van, aki a felét, van, aki még többet, többit pedig hagyta futni. Mi az az ok, miatt pszichológiailag, ugye meghatároztuk, hogy hol van a célár, a zöld vonalak, mi az, ami miatt hagyhatta futni? Egyes tényező, ha parciálisan zársz egy részt, akkor megnyugszik a lelked, zsebre tettem $1-2, elbukhatok szintén annyit, egy picit kevesebbet, már nem izgulok. Kettes tényező, ahogy halad a piac előre, meg kell tanulni vonalkákat húzni, és látjátok, hogy amíg a vonalka fölött vagyunk, addig bizony megy a piac fölfele. Itt is lehet parciális részeket zárni, ez egy dupla csúcs, trendfordító alakzat, nem mindig trendfordító, de most hagyjuk, legyen ez. És itt, ezen a ponton viszont már a legtöbb trader gyönyörűen zárta a longokat, és akár sortolhatott is. Magyarul fontos, hogy megtanuljuk a technikai elemzés alapvető csinyát, binnyát, a vonalka rajzolást. Ez az egyik szempont, a másik még a parciális zárás, amiatt nem fogunk kapkodni. Nézzünk még egy trédet, nem fogom mindet ráhúzni. Ez itt egy dupla aj, a stop itt van, és gyakorlatilag lehet látni, hogy itt egy picit elbizonytalanodott, ez a pszichológia, pedig, ha mert volna hinni saját magában, idáig szint közeléig kitarthatta volna a pozíciót. Nagyon fontos szempont, pszichológiai szempont is. Onnét láttam, hogy Gábor emegy ilyen trédet, hogy tudom, hogy Gábor emegy ilyen trédet, és az adáson ezt ő mindig elmondja, meg elég gyakran emegy ilyen trédet. Itt a célár előtt kell zárni a pozíciót. Szerintem egy szabály, akármilyen célárakat rajzolgatunk, ha parciálisan zárunk, tehát részben zárunk, mindig a célár előtt zárjuk a pozíciót. 10-ből 9-szer előfordulhat, hogy kinézek egy fantasztikus célárat, egy milliméter előtte megfordul, és itt bizony kivert volna a stop. Ez egy fontos pszichológiai tényező. Na, nézzünk egy-két trédet így arrébb, mondjuk ezt itt. Itt látható, hogy a dupla V-re, dupla A-ra belépett, erről beszélek, és itt zárt. Amikor valaki skalpol, akkor többet fog kötni, mint egy átlag trader.
főleg akkor olyan pszichológiai kényszer alatt áll, hogy valahol tudja, hogy őt nézik. De ezen nem kell izgulni, mert Gábornak hatalmas rutinja van már ebben, demo számlán már pluszos, és én úgy gondolom, hogy ez is például egy tökéletes belépő, dupla csúcsszerű alakzatba, short, itt volt a stop, és egyszer csak meggondolta magát, ami azt jelenti, hogy jó időben zárta a shortokat, és ezt követően már long pozíciót nyitott, rövid trédekkel zárta is azokat. Egyéb iránt én azt mondom nektek, hogy egy-egy skalpolásnak a filozófiája és a pszichológiája sokkal másabb, mint bármilyen távú trédnek. Azért kezdem ezzel, hogy lássátok, hogy adott esetben rövid távú trédekkel is lehet, itt igaz, hogy távol volt a stop, ide kellett volna tenni, lehet bizony picike pénzeket keresni, ha valaki türelmes tréder, de ez a legnehezebb műfajok egyike, ez a rövid távú tréd. Itt ilyenkor nagyjából, leegyszerűsítve a dolgokat, ferde trendvonal törésekbe kötünk bele, fogalmazzunk így, és nagyjából a találati arány alapján látjátok, itt van egy nagyobb mínuszos tréd, hogy néha a tréderek azért hibákat is követnek el. Ezt mutattam már nektek talán párótoknak. Itt van egy short pozíció, itt nagyon magas a stop. Ez volt a hiba, ez egy money management hiba, de nem baj. Ha ott lett volna, ha most raktam, akkor nyugodtan lett volna a Gábor, ezt a 34 dollár mínusznak kellett menekülnie. Nézzünk egy-egy olyan trédet, ami mondjuk nagyobb plusz eredményezett. Itt egyszerűen fogalmazva egy trendvonal érintés lett megkereskedve, és egy másik trendvonal közelítésnél lett a pozíció részben zárva. Ezt onnan láttam, hogy részben zárva, ha nézzetek a két időpontot, 20.07.33, 0.10-et meghajott belőle, ha minél nagyobb rész zársz, annál többet tettél zsebre, annál kisebb lesz a kisztoppod. Amit zsebre tettél, mínusz a kisztoppod pozitív lesz, nagy valószínűséggel, és nyugodtan mered hagyni a pozíciót. Nézzük ezt a 22 óra 2-est. De az történt, picivel később, hogy szintén egy trendvonaltörést kereskedett le, és ebből pár dollárt eltett a zsebbe. Sok-sok tréd. Itt van egy ideálisan elhelyezett stop, ez egy short. Alapvetően itt azt kellett volna kiszúrni a Gábornak, itt vagy kiszúrt, vagy nem, de lehet, hogy pszichológiai okokból nem tudta tartani, hogy ez egy válfejvel alakzat, aminek a nyakvonalának a törése bizony-bizony egy nagyobb célára eredményezett volna. Ha pedig ezt itt behúzza, akkor kényelmesen, amíg ezt a célárat vagy a lentebbi vízszintes vonal alá jövő célárat el nem éri a chart, addig parciális zárásokkal lehetett volna itt ütködni, és a lila vonal alatt, lila vonal visszametszésénél majd zárni a pozíciót. És látható, hogy akkor egy picit nagyobb lett volna a profit, de nem baj, mert összességében nézve profitábilis demo trédert láthattunk, és igazából szerintem ha valaki ezt a kicsike duplajat észreveszi, berajzolom nektek így. Ott is látható, ideális stop szint itt van a pirosnál. Itt bizony tökéletes volt a tréd elhelyezése, és a zárás is a szint környéken történt. Egyéb iránt itt azt látom, pszichológia, hogy akik dupla topra sortoltak itt, nekik itt volt a stopjuk. Ha ők csodavárók voltak, és azt mondták, hogy már pedig biztos, hogy lejön ide a csárt, hogy akkor nyertek volna, ha leesik, itt bizony kisztoppoltak volna. Gábor ezt kereskedte le. Ahol mások veszítettek, ő ott nyert. Azaz nem a 76%-ba tartozott, kockázat feltáró szerint, hanem még itt rá is nyomott egyet,
Gyönyörű szép tréd, no comment. Picike trédek, viszont picike számlán, alacsony tőkeáttéttel, kicsike lotokkal kereskedni, lebegő pozíció nincs, természetesen ez nem az a műfaj, hogy rengeteg le van zárva és lebeg egy csomó minusz, hanem ez egy relatíve jó tréd volt. Na most akkor kérdezem én, hogy ki az, aki akar ilyen demót nyomni, és kivállalja fel azt, hogy elemezzük neki legközelebb. Nem sokan jelentkeztek. Nem kell félni, 76% bukik, ezt megbeszéltük, lehet 80 is. Röviden átpörgetek nektek rengeteg képet, és közben a pszichológiáról beszélgetünk. Mondtam nektek, hogy rövid távon nézve nincs feltétel. Egy demószámlát elküldesz az e-mail címemre. MetaTrader 4, kód, jelszó. Mindegy, hogy nyersz vagy buksz. Hosszú távú trade-nél is ugyanaz a helyzet, hogy trendvonaltörésre be lehet lépni egy chartba, hogy itt az Apple a koronavírus elején, egyébként ez itt egy fordított felfejvel alakzat, amit itt bekarikáztam, és ha összeköttök két mélypontot, itt folyamatosan jöttek a rosszabbnál rosszabb hírek, emlékeztek rá? Mégis mi történt? Ha a vonal fölött te már itt a részvényeit felét eladtad, és itt volt a stoppod, és megfogadtad azt, hogy bármilyen rossz hír van, emelkedő trendben nem adsz el részvényt, akkor akár ideig is kitarthattad volna erőd egy részét. Ha veszel 100 részvényt, te felezted 50-et, 60-et, 70-et eladtál, tök mindegy, a többi megfuthat föl az égbe. Ez is pszichológia. Itt is, részvényvásárlásnál is szerintem lehet sikeres stratégia a részzárás. Persze, aki itt vett 100 részvényt, és stop nélkül itt zárta le, az is egy stratégia, csak abban nincs stop, nincs benne money management, az egy jó ráérzés, vagy a szerencseműben. Kettes jelölt, amazon.com. Itt a váll alsó gyertyái alá húztam egy ilyen vonalkát, lehetett volna meredekebbet is, ez is egy jó döntés volt. Miközben itt nagyon durva hírek voltak a tévében, gazdasági hírek, stb. Stb. BMW, füles csésze alakzat, ereszkedő trendvonal törése, itt is be lehetett húzni az emelkedő trendvonalat, csak a pszichológiai hozzáállásodon múlt, nagyon sokat keresel a BMW-vel, vagy csak keveset. De a legtöbb ember örült, ha egyáltalán mert tőzsdén vételgombot nyomni ebben az időszakban, vagy sokan, ismerősök közül sokan végig sortolták a koronavírus hatalmas emelkedését. Pedig ugye volt pénzpumpa, gazdasági mentőakciók, stb. Facebook duplaj, fals letöréssel elesett ez a piros szint, fertőtt rendvonal törés, ha a duplavé két alját összekötöttétek volna, egy darabig tudjátok tartani, de ha a laposabbik, és ez egy nagyon fontos mondat, ha a laposabbik trendvonal áttörésétől indítotok az aljakon át egy ferdét fölfele, akkor ez is segítette volna a pszichológiát. Mindegy, mi az időség, ez egy napi csárt, itt az a lényeg, hogyha jók a vonalak, jó a money management, és bízol a stratégiában, magadban, nem olvasod a híreket, nyilván én is olvastam, akkor ezeket meg lehet fogni. Sajnos én nem trédeltem Facebook részvényt, csak ezek ilyen példák, amiket behúztam a csárton. Rövidebb távú tréd, nem csak long, hanem short irány is van, bár részvény sortolást én nem nagyon szoktam javasolni, pláne én időkben. Itt egy duplaj, ott a belépő, ott a stop, eddig kellett tartani, itt pedig lehetett volna sortolni. Ha ezen a ponton belépsz, és itt lezárod a kétharmadát, háromnegyedét, izgulásmentesen ideig ki fogod tartani a többit, ez biztos. De ez is pszichológia. Mitől lesz valaki sikeres tréder? Hát ezt én is kérdezem. Nem tartom magamat nagyon-nagyon sikeres trédernek, de egy biztos, a szabályok majdnem mindig ugyanazok. És hogyha hiszel a te belépőidben, például fals letörés ez itt, elesett ez a szint, újra följöttünk a szint fölé, trendvonaltörés, egy kis fundamentum, maradj otthon, mindenki snapchatelt fiatalok közül, én azt se tudom mi az, és megindult fölfele, behúztad a kitörési ponthoz a trendvonalat, részzárogattál,
Ha volt 100 részvényed, és minden héten eladtál kettőt, akkor ügyes voltál. De ezt hogy lehet kibírni? Először én úgy csinálnám, hogy begyakorolnék egy kisebb részvényportfólióval részvénytartást. Azt jelenti, hogy ha van benne stoppod, és mondjuk lebeg 100 ezer forint nyerőd, kisztoppódás esetén mondjuk 100 ezer bukód lenne, akkor zárjál le a nyerődből 60 ezeret, 70 ezeret. És ne csukd be a laptopodat, maximum valakákat rajzolgass, csukd be a terminálablakot, és ne nézegesd. Hosszú távon így kezdeném. Ugyanakkor a belépőket, meg a vonalakat, meg a pszichológiát, ha mondjuk elolvassátok Mark Douglas Trading in the Zone című könyvét, rövid távú traderek is alkalmazzák. Itt egy ferde trendvonal, M1-en, Dow Jones chart, ott a belépő, zöld szaggatott, itt a stop, valahol itt van a részzárás. Eső trend van, egyértelműen. Az indikátorokat én nem alkalmazom, de ráhúztam a chartra. Azért nem alkalmazom, mert onnantól kezdve azon kezdek el gondolkodni, hogy az MACD meg a Stochastic mit csinál. Például. Szerintem minél többet tudsz az indikátorokról, minél többet tudsz a chartokról, minél többször látsz mozgó átlag keresztet meg ilyeneket, annál kevésbé fogod nézni. Meredek, vonal, törése, belépő. Ilyenkor nem a trendet trédeled le, mert az egyértelmű short, hanem skalpolásnál countertrendre is rámehetsz, persze a trend irányban a legjobb, és a parciális zárások miatt megszűnhet benned a félelem. Ez az én tapasztalatom. Következő kép. Ez ugyanaz volt. GoPro, biztos láttatok már ilyen felvételeket YouTube-on, sportember megy a fején ezzel a dologgal. Ha valaki a dupla alját felismeri, és a dupla alját összekötő két vonal fölött long pozíciókat keres, long alakzatokat keres, ez egy napi chart, nyilván ilyenkor a 4 órás, 15 perces chartot is észszerű nézegetni, akkor látható, hogy a ferde vonalak törésének bármelyikénél, vagy egy vízszintes vonal alatti, most húzom, fals letörést követő, fals letörés W, hosszú kanocos gyertya belépője, ezeknél a pontoknál illik belépni. És alapvetően nagyon-nagyon sok részvénnyel történt csoda az elmúlt másfél év alatt. De előtte szinte mindegyik összeomlott. Mi van akkor, ha más részvények világába is kitekintünk? Ezek kevésbé ismert cégek, legalábbis a tömeg általában Google, Amazon, Exxon, vagy éppen Magyarországon MOL, OTP, Richter részvényekkel kereskedik. A kisebb papírokat, kevésbé ismert papírokat nem nagyon kötik, nem is javaslom első körben, csak azoknak, akik portfóliót építenek, és hajlandók magasabb kockázatot vállalni. Itt igazából hatalmas árfolyamra, amit látunk, ferde vonalatöréseknél is be lehetett volna lépni, bekarikázom dupla aljaknál is be lehetett volna lépni, és itt is, ha valaki megtanul egy emelkedő trendvonalat rajzolni, akkor esze ágában sincs eddig a pontig akár a részvények utolsó pakjától mondjuk itt szabadulnék meg. Ez egy hosszú távú pszichológiai döntés, vagy folyamat. Egy másik hasonló kisebb cég, nem olyan nagyon pici, de pici, a nagyokhoz képest úgy mondom, egeretek meg van, gondolom otthon, őt is lehet ismerni. Ha már maradj otthon, illetve mindenkinek van számítógépe, akkor ezeket a cégeket azért nem lett volna olyan nehéz megtippelni, mibe tegyünk pénzt. De alapvetően annyi információval látott el minket a koronavírus, annyi cég, annyi gyors jelentése egyfolytában, plusz egy káosz alakult ki a fejekben, hogy a legtöbb trader, statisztika szerint 75-80%, ez alatt az időszak alatt is bukott, pedig ez egy bika piac volt az elmúlt másfél év. Eléggé érdekes dolog. Vannak olyan történetek, amik emelkedéssel kezdték a visszapattanó részt, majd utána porba hullottak. Erről a részvényről is sokat lehetett olvasgatni. Itt mit kellett volna csinálni? Ehhez a ponthoz húzol egy ferde vonalat, és amikor töri lefele, megszabadult az egésztől. Nem ragaszkodsz hozzá, nem olvasgatsz róla, hanem megszabadulsz tőle. Nagyon nehéz megcsinálni ezt, hangsúlyozom. A
könnyű lenne, akkor a 76% nyerne, nem pedig bukna. Ha már koronavírus, akkor bizonyos gyógyszeriparral meg egyéb egészségügyi dolgokkal foglalkozó cégek részvényei közül lehetett volna szemezgetni. Ennyit akarok mondani nagyjából a hosszú távú tartásról. Egy-két csártot még átpörgetek, ezeket nézzétek meg. Gyakorlatilag, aki portfóliót épített volna, Apple, eBay például, Duplaj, Fertelent volna törés, stb. Ezek jó befektetések voltak. De mi a helyzet akkor, hogyha véget ér ez a hatalmas rally? Ez itt a Moderna, no comment, de mondjuk, ha Pfizerba tettetek volna pénzt, azzal jóval kevesebbet nyertek. Pedig ugyanaz a szektor, ugyanaz a történet. Mi van akkor, ha maradj otthon, Zoom, de ugye nem sokan gondoltuk volna azt, hogy mondjuk novembertől nem nagyon volt nagy sztori a Zoom. Mi van akkor, ha én nem akarok egyedi részvényekkel foglalkozni, vagy éppen devizázni akarok, vagy kriptózni, vagy bármi egyéb, teljesen mindegy, hanem inkább indexekkel szeretnék kereskedni, és nem vagyok képes arra, pszichológiailag, hogy mondjuk egy, mi ez a két A betű, ki tudja, én tudom, oda van írva mellé. Nem egy technológiai cég, hanem inkább hagyományos ágazat, eléggé ismert, nagy nevű cég, elég szépet ment. Nem sokan tettünk ezekbe pénzeket, szerintem legalábbis. Íme a Nasdaq Index, a legnagyobb nyertese a koronavírusnak, az nyilván a technológiai szektor volt, meg a különböző egészséggel kapcsolatos modern technológiai cégek, látszik is az indexen. Ha ezt nem tudjuk kívülni, és nem tudjuk elhinni, hogy akár egy évig, két évig, öt évig, vagy tíz évig is lehet egy trend, akkor kisebb idősíkokon van a helyünk, ahol szintén sokkal több ember veszít, mint aki nyer. Ezeket olvasgassátok. Akkor nézzük ezeket a dolgokat. Ez egy kisebb idősik M30-as csárt. Az alakzat neve, amit itt berajzoltam, mi? Miért mertem kitartani eddig a szintig a pozíció egy részét? Esőjék. Úgy hívják. Itt léptem be, parciálisan zártam valószínűleg be hosszú gyertyába, egy-két órán belül, és a letörési szinthez, tehát ez volt a mély pont itt, ott úgy gondoltam, hogy itt már kéne zárni belőle egy picikét. Vagy zártam, vagy nem. De mi a lényeg, mertem tartani. Igaz, hogy ezek demószámlás trédek, tehát igazából nem volt tétje, de meg kell tanulni merni tartani. Ha jó a belépőd, a célárakat magasabb idősíkon kell meghatározni, illetve ugyanannak az idősíknak a letörési szintjeit, ellenállásait, csúcsait kell behúzogatni, és nyilván lefele ugyanezeket, csak itt most lefele a képernyő nem lát szinteket. Bitcoin, itt mindenki azt hitte, hogy elszáll az árfolyam. Tök egyszerű történet volt, szerintem mondjuk itt látható, hogy esni fog. De aki ekkor behúzta volna, ugye ezt később készítettem a felvételt, látszik, hogy itt van az árfolyam. Fals kitörés, aki mer sortolni ilyen terméket, lehetett volna borítékolni, hogyha van egy itteni kitörési szint, akkor minimum ezt visszateszteli az árfolyam. Vagy akár ezt a szintet is, ami már egy felezés, nagyon sok ember meg igazából megörült volna annak, ha ezt itt elmondják neki. És ilyenkor akármilyen bitcoinos emberkével beszélgettem, azt mondták, hogy hülye vagyok, 100 000 lesz, 500 000 lesz, stb. Jó. Kívánom nekik egyébként, hogy legyen annyi egyszer, de most ez nem jött össze. Ez egy M1-es csárt. Ezt azért húztam ide. Gondoljatok bele abba, hogy ezt a vonalkát behúzzátok mondjuk ide, és ez a képernyő jobb széle. Ha ez a vonalka be van húzva, itt ösztönösen rányomsz egy vételgombra, mert a trendvonalról elég gyakran megpattan fölfele az árfolyam. Ha a vonalka nincs behúzva, kitörölném ezt a pirosat, mindenki kérdezne, hogy miért? Miért itt? Miért nem a W után? A válasz ez. Fél egyeneseket húzogatunk, nem szakaszokat, mert akkor itt ugye véget érne, a B szakasz, hogy majd a C pontot meg a D-t megtaláljuk a belépőre.
a countertrend scalperek vagyunk M1-es idősíkon. És itt is látható, kettő trade is volt, itt a parcializálás az egyik csúszóstoppal lett kiütve, ez a kis piros pöcök azt jelenti, és parcializálások után folytatódtak följebb és följebb, amíg szint közelítések voltak. Ennek az zárásnak az az oka, hogy itt az aljnál jártunk, csak nem húztam be vonalat, de látható, hogy az, hogy miért mered tartani a pozíciót, annak az az oka, hogy már tapasztalod azt magadon, nem azért, mert én mondom, mert én senki vagyok, hanem az a lényeg, hogy magadnak elhiszed, hogy a rajzaid jók, és a piac úgy viselkedik, ha jók a rajzaid, azt a piac gyakran megcsinálja. És ha elkezdesz fordítva gondolkodni, itt mindenki vásárol, mert megyünk fölfele. Te itt vásároltál, amikor senki nem vásárolna. És parcializálásokkal szállsz ki, és az emberkék itt kezdenek el majd vásárolni. Lehet, hogy igazuk lesz, és te nem nyersz akkorát, de te próbálj meg a biztosabb trédekre menni. És akkor a pszichológiai állapotod is nyugisabb lesz. Hát ugye ez így néz ki, és ugye még ez a célár is teljesülhetett volna. A stop loss távolság itt van, a risk reward az nem olyan rossz szerintem, betlapozzuk is el gyorsan. Picikét a trédelés intuitív dolog is, tehát érzésekről is szól. Van, amikor nem nagyon tudsz megmagyarázni a dolgokat, csak úgy érzed, mert elkap az áramlat, vagy nem tudom mi. Ez itt egy dupla aj. Itt volt egy kis stop, ugye a W-nek a legalját megtrédelem elég gyakran, szűk stoppal, tehát nem a nyakvonalra várok, mint a mesében, hanem vagy itt belépek a W alján, vagy a ferde vonalnál, a W teteje, közepe, ferde vonal összekötő vonalaknál, szűk stoppal. Ha kiütnek egy stopból, nagyon gyakran a tréderek azt szokták csinálni, hogy nem trédelek többet, kiütöttek ma már kétszer, nem jó. Ritkán lépnek be ugyanabba az irányba. A magasabb idősíkon az előbb megmutattam nektek, mondjuk a NASDAQ csártyát egy év alatt, meg egy csomó részvényt. Mik a piac volt, van, lehet, hogy lesz is, nem tudni. Lehet, hogy holnap ér véget, nem tudom. De amikor a trend irányába kötsz, akkor merjed tartani a pozíciót. Amikor a counter trend irányába kötsz, itt még ugye esés volt, nagyon szűk stoppal lépjél be, picike lotokkal. Trend irányába picit nagyobb lotokkal, és higgyél benne. Ez nem egy mintazászló, árboc, lobogó, de utána bejött. Ez már egy zászlószerűség, árboc, lobogó, bejött. De hogyha az árboc célárig tartottam valaki itt, akkor itt azért zizegett volna az idegrendszerem egy picit. Itt azt éreztem, hogy nem akar megállni az emelkedés, fokozatosan kisebb lotokkal kötöttem már itt a teteje fele, de azt éreztem, hogy minden egyes szintet áttörünk, és még ilyen oldalazóba is mertem tartani, és amikor egy újabb szintet, most rajzolom, áttörtünk, stop loss itt, take profit itt, belépő itt. Amikor megérzed, hogy a trendnek van ereje, amikor érzed, hogy az oldalazásoknál nem jövünk le egy bizonyos szint alá, nem ütik ki a stopodat. De ha egy picikét a pszichológiát ki akarod ebből venni, akkor ide kellett volna fogod ezt itt, ezt a gyertyát, és figyeld a kezem, így kellett volna egy lapos emelkedő trendvonalat behúzni. Daytraderek lapos vonalakkal dolgoznak a tartásnál, scalperek meredekkel a belépőnél. Ezek fontos dolgok. Per pillanat, ez nem befektetési tanács természetesen, lehet, hogy holnap utántól nem így működik, de akkor majd fel fogom ismerni, hogy működik, és aki eljön a webináriumra, annak el fogom mondani, maximum tévedek egyet, és akkor én tanulom meg tőletek, hogy mi a helyes út. Gyors gondolkodású trédereknek, ugye skalpolás továbbra is. Itt mi történt? Az történt, hogy nem volt időm behúzni a vonalat, vagy direkt nem húztam be. Innen húzok egy ferde vonalat ide. Ereszkedő trendvonal törése, technikai elemzés, definíció, sanszos az emelkedés. Ez itt az érdekes tréd, ami miatt ezt berajzoltam nektek. Dupla topnak hívják, M betű, ott a sort. A dupla top legaljától behúzom a közepéig a meredek vonalat, még egyszer. És ahol törik, nyomom a gombot azonnal, stop távolság magasságába 2/3-át kidobom, parcializálás,
talán a többit is kidobom, és egy részét megtartom. Ezek gyors kalkulási műveletek, ennek a pszichológiájában annyi a trükk, mint a gép érzelemmentesen, parciálisan zárogatók. És nem érdekel a kisztoppol, mert általában, bár vannak időszakok, amikor nem, többször működnek a dolgok, mint nem. Nem azért, mert ügyes voltam, hanem mert megfigyeltem, hogy többször működtek. Ugyanaz kávé. Na és akkor nézzünk Ethereumot. Nagyon sokszor azt mondják az emberek, hogy ez itt egy dupla top, esik a trend, shortoljunk. Ha a dupla topnak a nyakvonalát behúzod, és a nyakvonal alatt kialakul egy fals letörés, akkor már sejtheted, hogy ez egy fals, azaz meghiúsult dupla top lesz, pláne ha az ereszkedő trendcsatornát megtöri, és akkor szinte biztos, hogy a dupla topos emberkék stopjáért az M betű tetejére el fog jönni a chart. Itt ezt láthatod. Trendvonal törés, illetve az közeli állapot, megnyomva, stop behúzva nullába, lent pedig, ahol fordul, ahol az M betű jobb szára elkezd fordulni és ágaskodni, ott azonnal belépek. Miközben a dupla top nyakvonalát átütő gyertyáknál a tömeg shortol, a 76%-os tömeg shortol, te itt megfordítod az agyadat, vagy más csinál a kezed, mint amit gondolna a szemed meg az agyad, és megnyomod az ellenkezőjét. Ez csak egy példa. Vagy mák. Ez volt egyébiránt egy jó kis Ethereum trade. Itt annyi volt a feladat, hogy volt egy hatalmas válfejvál tetején, itt kellett volna eladni azoknak, akinek volt, itt voltak behúzva a korábbi szintek, ha innentől shortoltál, vagy innentől, akkor kaszáltál volna az Ethereumon, itt viszont elolvadt a nyerőd, majd buktál hamar. Hamarosan egy nagyon nagyot. Kialakult egy hatalmas dupla aj, és itt megelőlegeztem, hogy ki fog alakulni, mák volt, szintén demo, és azért zártam le a pozíciót, mert közelítettük a sárga vonalat, és mint mondottam, a célárat szinte soha nem érjük el, és ez volt, és nekem a ferde vonalak a céláraim elsősorban nem a vízszintesek. Ez egy ilyen furcsa duplaj, skalp, ereszkedő trendvonal törése, szintén skalp, no comment. Azért mertem megnyomni, meg megtartani, mert úgy gondoltam, hogy a pszichológia az akkor működik, ha elhiszem, hogy vonaltól vonalig megy a chart. Ha meg félek, nem hiszek magamban, a piacban, a pszichológiában, akármiben, akkor úgyis a félelem miatt bukni fogok. Amúgy is lehet, hát igen. Ez itt egy dupla top, itt van egy tök jó sorbelépő, egy jó stoppal. Ez is egy dupla top, aminek a két csúcsa össze van kötve. Ezt azért szoktam összekötni, mert hogyha a jobb oldala elkezd fölfele ágaskodni, akkor sanszos, hogy a dupla top fölött elhelyezett stoppokért eljön a piac, nem azért, mert a piac szemét, hanem mert így működik. Ha 76% veszít, akkor miért ne stoppolnak itt a dupla toppos shortos? Mint a húzat. Utána viszont utána kijátszották a játékából, kirázták, meddig megy le a chart? Hát fogalmam sincs, lehetne vízszintes szinteket húzni, de ha a dupla top két csúcsát nem egy szakasszal kötöd össze, hanem egy fél egyenessel, akkor ez itt a célár. Szerintem ez kőkemény. És ezt nem kell elhinni nekem, euró-dollár 5 perces chart, hanem magadnak kell berajzolgatni, ezért javaslom, hogy a trendvonalak vonalkázás című mutatványt, egyébként ennek is ez lesz a cím, nem találom a másik képet, korábbi dátum előadás, majd nézzétek meg. Tehát mind a kettő ugyanolyan címet nézzétek meg. Már hogyha nem unalmas. Ez itt egy válfejvál lett volna, a nyakvonal alatt a tömeg sortolt, 76%, nem vették észre, hogy ez egy emelkedő trend innentől, meg az sem, hogy egy eső trend véget ér, a nagy távoli múltból húzott vonalka, és én itt beléptem a longba, ide volt éve a stoppom, mindig a korábbi völgy alá teszem, és hadd szóljon. Biztos volt parciális zárás előtte, szerintem már itt egy részét kidobhattam, vagy itt. Azt nem húztam rá. Dow Jones short, trendvonal törés. Ha van dupla top, és emelkedő trendvonal törik, gondolkodás nélkül megnyom a shortot. Ha csak ugye semmiben van a dupla top,
akkor gondolkodás nélkül azon a gyalog, hogy elmarad 6 a duplatop. Tehát mehetünk fölfele. Elmarad a duplatopon, azt mondom, hogy kiütik a stoppomat, és utána nélkülem esik, vagy pedig ott a duplatopja, megnézem, stop nélkül, amit én nem nagyon szoktam, hogy elszállunk az égbe, pedig duplatop van, és utána szidom a tőzsdeiskolákat, a tanárokat, mindenkit, piacot, csak magamat nem. Amikor elkezdesz más szidni, csak magadat nem, magadat se kell amúgy, mert az önved, szerinted bukni kezdesz el, vagy nyerni. Gyors pár kép következik. W, vonal környékéről fordul, W magas pontja, közepe összekötve, stop loss itt, take profit itt a képen, látjátok? Itt már a stop be van húzva nullába. Meg egy lentebbi pozíció, amit röhögve tartok, mert bármikor el tudom adni, amikor majd ez a piros vonal törik. Ez történt, gyorsan lapozok. Chart megy föl, 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 föl. Take profit közelbe vagyunk, nincs remegés, és le lehet zárva. Ez mondjuk ez a pozíció volt, elnézést. A másik, az meg szintén le lehet zárva, de látjátok, nagyon nagy izgalom nem volt ebben. Ide vártam a chartot, hivatalosan, de előtte zártam le itt. Következő. Nem húztam be a vonalat, innen indul a vonal, jön lefele, és valahol itt törik. Tehát kb. Ilyen ferde vonal, picit bénán húzom. Ez a picike kis dupla, amit előbb mutattam, ebből ez lett. Következő. 15 perces csárt. Tehát minden idősíkon van belépő, van pszichológia, van money management. A legjobb, hogyha ezt egyszerre tudod jól művelni, ilyen ember nem nagyon van, vagy kevés. Dupla top, elkezd fölfele ágaskodni, gondolkodás nélkül a piros vonal törésénél megnyomom, és ahogy közelíti ezt a csúcsot, itt látjátok, nem várom meg, hogy elmenjen oda, hanem lezárom előtte egy centivel. Mondtam újat? Nem. Ja, itt egy kis stop, mert ilyeneket is szoktam. Elnézést, hogy csak a jó dolgokról beszélek. Tegnap, aki unja, ennek mi az oka? Hát, ha semmi közepén van, fogalmam sincs, de ha be lenne húzva ide egy vonal, vonalérintés, vonalközelítés, esőtrendvonal, akkor már érthető, ugye? És miért zárom itt? Mert közelíti a pirosat. Picivel alatta zárom. Nem baj. És ki az, aki közületek úgy érzi, itt egy duplatop, lefele fog menni az árfolyam, itt egy válfej vál, tankönyv szerint fölfele megy, azonban az élet úgy hozza, kiütik a stopját, fals letörés, ereszkedő ferde vonal törés, megnyomod a longot, tehát újra belépsz ugyanabba az irányba, nem pedig pozíciót forgatsz össze-vissza, vagy csak itt a fordított válfejválba, és eddig a piros vonalig a ferdéig el fog jönni az árfolyam, vagy a zöldekig. Itt ugye azt hinni az ember, hogy dupla top, be fogunk borulni, de ide van húzva a vonal, emelkedő trend van már, tehát elmarad 6 a dupla top. Itt is azt hiszük, hogy itt a vége, de ide van húzva a vonal, és ugyanez volt esésben, csak ott akkor a dupla vék maradtak el. Itt a válfejvel, mindenki azt hiszi, hogy beborul a piac, lehet, hogy igazuk is lesz, de be van húzva a vonal. És a válfejvel sortok, tenisztoppal, hát bizony, rossz véget érnek. Trendcsatorna kereskedét, trendcsatorna alján veszed, trendcsatornából való kitöréskor veszed, ezeket leírják a tankönyvekbe, ez még itt be van mutatva. Sok káosz. Vonal, dupla top. Azért van itt short, mert egy ereszkedő trendvonal alatt vagyunk. Ha ezeket berajzolod, akkor a pszichológia úgy fog működni, hogy mered tartani, mert elhiszed magadnak. Főleg, hogyha részzárásokkal lépsz ki. Ezt higgyétek el, íme egy másik példa. Ereszkedő vonal alatti M betű, vagy egy emelkedő trend megtörésénél levő M betű, dupla top, elnézést, az jó. Itt van a csatorna kereskedés M1-en, amit az előbb megmutattam az előbbi csárton, és a csatornából való kilépés. Párhuzamos vonalat mindenki tud rajzolni. Egy óra alatt nem lehet ezt megtanulni. Egy hét alatt se lehet. Te döntsétek, hogy elkezditek, vagy nem.
Ha igen, akkor lehet, hogy kevesebb vesztes trédetek lesz, mint ami eddig volt. Lehet, hogy ugyanúgy veszíteni fogtok, vagy közöttek ugyanúgy nyerni fogtok, akik már jók, de hogyha ezeket begyakoroljátok, az elég valószínű, hogy kevesebb trédetek lesz, jobban átgondolt trédek lesznek, és hogyha nincs hezitálás és a pszichológia működik, akkor akár ennek eredménye is lehet hosszú távon nézve. Dupla aj, itt alul, megnyomva, ez lett. Meddig megy el az árfolyam? Eddig biztos. De itt már parciálisan van zárva, itt van a belépő. Itt lesz egy kitörés emlékeim szerint, ami így lett megnyomva. Ott a vételgomb, kanóc alatt a stop, itt a parciális zárás, többit pedig röhögve tartod, és elszabadult az árfolyam. Mentünk eddig, meredek vonal, fordulógyertya, azonnal short, parciális zárás itt. Ezeket, ha megcsinálod H4-es csártokon, H1-es csártokon, D1-eseken, és mered tartani, akkor ha picike pénzből is, de fogsz elérni olyan hozamokat, ami jó fizetés kiegészítés. Aztán nyilván nem mondom, hogy lépjék ki a munkahelyedről, ilyenek, ez itt nem az a műfaj, de sikerélménynek jó, hogyha M1-en begyakoroljátok, akár demóban, tök mindegy, melyik broker cégnél vagytok nekem, mindegy, hogyha ott maradtok az is, de ami a lényeg, ezek magasabb idősíkon is működhetnek. Látható, hogy esett is a csárt, és itt van a fordulat, a gyertya ezt jelzi. Ugyanis itt egy szint. Ha ezt a szintet berajzolod, itt már a vételgombra készíted a kezedet. Csúszó stop, zöld szint következik, célár. Piros vonal következik, utolsó célár. Ez így nézett ki M15-ön, letörés, visszateszt. Ezt a vonalat letörtük, visszateszteltük. Ez megint csak egy ilyen embetűszerűség, ami mintha elmaradna, és jön föl a csárt a stoppokért. Ha ezeket el tudod fogadni, a legtöbb ember azért veszít, mert vagy nincs stopja, vagy vadállatokkal kötöget, vagy folyamatosan kisztoppolódik. Vagy bittem van, aki martingével rávesz össze-vissza, és margin call-t kap, most azt hagyjuk. Kb. Ilyenekért vesztenek. Vagy egyszerre 800 instrumenton akar kötni, mindent akar tudni, szétfog. Figyelmes, stb. Stb. Én azt mondom, ezeket most itt átlapozgatom, itt látszódik, hogy M5-ön is volt egy szép belépő, tehát egy picike zászló jellegű mutatvány, és ezeket vagy elhisszük, vagy nem, működgetnek ezek a stratégiák, ezek a dolgok, per pillanat ilyen a piac. Ha esőpiac lesz, ha oldalazó piac lesz, az is egy helyzet. Picikét most belelapozgatok ezekbe, nézegessétek otthon felvételről, ez mindig itt egy érdekes kép. Itt volt a letörés, ugye itt volt a visszateszt. Ezeket az aljakat kötöttem össze. Itt pedig laposabb vonallal kötöttem ezeket az aljakat. Ez az előbb fehér vonal volt, most sárga lett, tök mindegy. Vonaltól vonalig volt a short. Vonalról pattant, és vonalig ment föl a long. Tehát a játék az így működik. Itt van egy szép kis stop, de a többi trade az aránylag jó, ugye? Oldalazó piac, de merem tartani. Ezek fontos dolgok, hogy még ilyenkor sem biztos, hogy az idegrendszernek föl kell adni a szolgálatot, mert a piac tud ilyeneket csinálni. Ehhez kell egy picike gyakorlás. Ferde vonaltörésekbe való belépők, egyik itt, másik itt, részzárások a szinteknél, célára lila, vagy a fölötti szintek. Dupla top, trend vonaltöréssel short belépő. Amikor elkezd oldalazni a piac, már kiszálltál összesből. Hát ez egy ilyen vagy felfejvel, vagy dupla top, vonaltól vonalig tart az élmény általában. Vagy még lejjebb menjünk. Itt egy elmaradó dupla aj, tehát a dupla V-nek a jobb oldal lekonyul, töri a vonalat, azaz ereszkedő trendben nem keresünk dupla ajakat, mert nem vagyunk ajvadászok. Countertrend traderek vagyunk, de ajvadászok nem. Hosszú vonal jön, megérinti, majdnem, visszafordul,
Ezt már láttuk. Hosszabb távú tradereknek ajánlom ezt a chartot, most ezt átlapozom. Itt ugye a pozíciótartás egy-egy gyertya 4 óra, ahhoz kötélidegek kellenek. Amit még nem mondtam, és érdekes belépő, fals kitörés egy esőtrend vonal fölött, az azt jelenti, hogy nem tudott az esőtrend emelkedő trendé válni, itt meg kell nyomni a shortot, vagy itt. Itt még senki nem gondolja. Fals kitörés nem csak vízszintes vonalak, hanem ferde vonalak fölött alatt is létezik. Ezt általában beszakadás követi egy darabig. Ismét ferde vonal alatt fals kitörés, plusz vízszintes alatt is, fals letörés, nevezzük így. Borítékolható, hogy följövünk az égbe, vagy tévedtem. Nem tudom, mi lett ebből. Hát de itt volt ez, följöttünk idáig. Ezt most fejből mondtam, nem magoltam be. Nasdaq dupla top. Két opció lehetséges. Soha nem tudod, hogy merre megy a piac. Itt a short is lehetséges lenne. De amíg emelkedő trend van, addig azért vigyázunk. Esőtrend, M1-es chart, Forex, devizapiac, dupla aj belépő. Itt is működhetnek a dolgok. Kinek mi a kedvence? Ha a dupla ajnak a stopját kiütik, ugye itt a parciálisan talán az zöldnek kiszállt egy részből, mondjuk volt 0,3 lotot, 0,2-t zárta, itt 0,1-et kiütnek, miután kiütöttek, fals letörés, meredek van a dupla V, újra játszol, játszhatsz, ebből ez lett. Nem mindig van ez így, de ezek ilyen dolgok. Egy gyönyörű dupla top van a tetején, amihez nem húztam be egy emelkedő trend van a törést, ez itt egy tökéletes short belépő. Na, lapozgassunk bele, mert nem lesz időnk. Ez egy tipikus dolog, kirázás, csak most nem a long irányból, hanem a shortból. Bekötsz egy dupla topot, mert ezt látod, hogy ez a képernyő céle, kiütik a stopodat, ilyenkor az aranyásó kereskedők elkezdenek longot venni, mert jön az aranykor. Hát, újra be kell lépni a shortba ilyenkor, ha ez egy fals kitörés ebbe a fehér gyertyába, vagy az ereszkedő, vagy emelkedő trend van a megtörésénél lilába, és merni kell tudni tartani a zöld szintekig. Duplaj. Most csak így érzékeltetem. Ezek egyperces aranycsártok, vonalkákat majd nézzétek meg lassítva. Brent. Órás csárt, válfej vál, emelkedő ferde trend van a törése, mehet a short. A letörési ponttól fontos, tehát a nyakvonal letörési pontjától húzol egy ilyet, itt meg már lehet, hogy mehet a long, cél a 76-54, a 74-95 és a 73-48 fordítva. Földgáz, nem tudom, ki tudja, mennyi most a földgáz. Nézzétek meg, egy pillanat, ez már egy trader kollega műve volt. A földgáznál, ha behúztatok volna ide egy vonalat ekkor, és beléptetek volna longba, nem tudom, hogy jó belépő volt-e vagy nem, de ma nézzétek meg az árfolyamot. És ezt a képet én a földgáz rally előtt jóval csináltam, nem tudom mikor pontosan, de mindegy. Kívánságom az volt akkor a webinárium, hogy mindenki kössön egy párat, és egy-két trédre elküldte a művét, a vonalkáit, elég jól megtanulta a vonalkákat, és látható, hogy a trédek működtek, plusz még kommentálta is. Ezt majd olvassátok el kimerevítve. És akkor idáig jutottunk eddig a képig. Itt azt láthatjátok, hogy volt egy dupla top, ami utána mégse lett dupla top, átalakult dupla VV. Volt egy válfejvál, minden akkumulatörés egy tök jó belépő volt. A fejet a jobb vállal összekötő vonalka alá húzta egy párhuzamosat. Ez még nem látszódik, mondjuk ez a képernyő szél alól itt húzva valamit. És itt a belépő. Itt a stop. Cél a fejtető. Látjátok? Tehát ahol a sortosok stopja volt, ott volt megnyomva a fejtető. Ez egy szolid 80 pontos trade mondjuk. 10-valány pontos stoppal, és azért vagyok nyugodt, mert már látjátok, hogy csak 0-10 van belőle, mert volt parciálizálás. Na most akkor én most visszatérnék a MetaTrader 4-hez.
Egy vonalakat rajzolgatni a múltban mindenki tud. Ugye azt mondjuk, hogy ilyet már nem tudunk. Akkor tanuljunk meg gondolkodni. Ha már pszichológia. Aki a tegnapi előadáson volt, vagy tegnap előttén, azt hiszettük, hogy elmondtuk, milyen bevizet, milyen bármi, milyen idősik, és tippeljettünk, hogy merre fog menni. Most olyan sok időn nincs, de gondolkozzunk közösen. Ez itt egy dupla top, short, hát látjuk, hogy ez egy nem egy nagy kaland, de itt kellett van azt észrevenni. Vagy. Ez itt egy ereszkedő trendvonal. Ereszkedő trendvonal alatt van az M betű, tehát dupla top. Berajzolom nektek nagyba. Ilyenkor ugye azt mondja a tankönyv, hogy legalább egy téglalapnyit fog esni az árfolyam, vagy kettőt, vagy hármat kockát hozom arány alapján. Fantasztikus, esik, esik. Meddig mernétek tartani? Itt tartunk. Ugye most nem megy a csárt, sajnos nem tudok trédelni. Szavazat. Tartanád a sortot? T betű? Zárnád? Vagy fordítanád longba? PZF. Csetablak, egy perc. Több ember fordítaná, ez a statisztika, egy-két ember tartaná, és egy vagy két ember zárná. Tehát most több ember fordítaná meg, ez jött a statisztikából le. Ugye ők erre gondoltak szerintem. Ez így önmagában nem rossz dolog, pár pontos kalapra, de alapvetően mi a szabály? Az a szabály, hogy te beléptél itt sortba, itt parciálisan zártál. Én úgy szoktam parciálisan zárni, hogy mondjuk egy lottal kötöttem, ide mérek még egy téglalapot, nem lett pontos, itt parciálisan zárok, legalább fél lotot, de inkább 0-0, tehát 0-8-at, és ugye kezdők azt szokták, hogy nullába behúzzák a stoppot, én ilyet nem nagyon szoktam, csak ritkán, én nekem itt van a stoppom, és tartom. Azért tartom, tök egyszerű, mert a lila ereszkedő vonalat vagyunk. És akkor most kezdek el gondolkodni. Most vagyunk az 1-2-es risk-rewardnál. Pszichológia. Kb. Most ez nem pontos. Hát, mondjuk a 0-6 le volt zárva az 1-ből, induljunk ebből, lezárok még egyet, marad. Mit tudom, hogy mennyi számolhatok ki. Húzok egy vonalat. Gondolkodok, most ilyen short tartásról van szó, nem skalpolásról. Még mindig gondolkodok, és itt ezt berajzolom. Ez itt egy ilyen dupla top, de van még mondjuk 0-2, mert mondjuk zártam, megijedtem, vagy 0-1-en, tök mindegy, oldaladásban megijedtem, és gondolkozok azon, mi lenne, ha vagy zárom az utolsót is, vagy tartom, de még mindig alatta vagyok, hát ha nyerek egy nagyot, nincs kockázat, vagy ráteszek egy trailing stopot, hát, nézzük meg, hogy miért gondolkodok így. További esés, ha elesik ez a szint. Ha viszont ez itt megfordul, akkor kulcsfontosság, hogy ezt a szintet, az utolsó duplatoknak a sztorló szintjét ne haladja meg a csárt, mert ha meghaladja, az nem jó jel. Az fordulat is lehet akár. Most itt nem látom, de mindegy. De az lett. Itt ugye már 0-1-em kezdek megijedni a lila vonal miatt. Ha trailing stopot használnék, akkor ide tenném az ember tetejére. Miért? Mert ha a sortosok stopjáért följönnek, és átvisszük a lillát, akkor jöttünk a zöld fele.
Mit mondtam erre? Ez most kalp lesz. Hát itt a lehet, oké? Hogy hívják ezt ott fönn? Most nem négyzet alakú lett. Igazi kitörés a lila fölött, vagy fals? Itt gyönyörű szép sortod lehet, és szinte biztos, hogy eddig le fogjunk menni a piac, ahol jó néhány longosnak, aki mondjuk innen longolt, valahonnan itt van a stopja. Tehát, hogyha egy nagyon gyors pszichológiai vagy ilyenkor, amikor ferde vonal fölött van, vagy vízszintes fölött fals kitörés, ilyenkor indokolt lehet a pozíciófordítás, ha te mondjuk innen vagy longba. Én azt mondtam, hogy ha ezt átviszi, meg ezt a zöldet, akkor ugye baj lehet, és kilőhetünk föl, ez be is jött, de amikor visszakerül ezek alá, akkor fals kitörés, és azonnal megfordítod az agyadat, nyomod az eladás gombot. Na ezért keményetős, de pszichológia M1-en, tehát minden idősíkon, mert itt ugye meg kell tippelni, hogy hol a take profitod. Take profitod az utolsó szint fölött egy centivel, mielőtt eléri, kidobod a kétharmadát, többit hagyod esni, és akkor zárod az egészet, hogyha egy újonnan kialakult ferdóna majd megtörik. Mondjuk itt. Ez meg a beszkodó is lesz. Itt az a kérdés, hogy veszel a long pozíciót, vagy nem. Ha nagy nyerőbe vagy, 0-0-ra bele lehet tenni, 5-tel is. Ha ezt több vagy, akkor nagyon baj van, akkor valószínűleg abba is hagyta a trédet. Ha tegyük fel, nagy nyerőbe vagyunk, én itt megnyom a longot, azzal a kiküldéssel. Ha ez a vonal itt esik, akkor elfelejtem a longot. Oké? Itt már ugye parcializálás volt. Miért volt parcializálás? Ugye nem a nyakvonalon, nem a W nyakvonalon nyomom meg, hanem itt valahol. Itt már lézárások vannak. Félek, 0-1-5003-ból, hogyha nyitottam. Ha ide lejövünk, akkor baj van, ezért csak egy picit hagyok meg. Ha ezt az lilát átvittük, meg ezt a zöldet átvisszük, meg még ezt a csúcsot is átvisszük, akkor maradik 0-1-et tartom, mert megyünk az égbe, ha nem, lehet úgy is kisztoppolódok, mindjárt kiderül. Nagyon dupla top gyanús a történet. Lezárom a longot most, és ide húzok egy másik vonalat. Jelöljük meg ezt. Ilyennel. Itt ugye lezártam a longot, nincs pozíció, mert megijedtem a nagy duplatoktól, ami a lila vonal alatt van, tehát esőt rendben, ettől megijedek. Ilyenkor a tömegek fognak sortolni, és ideje le fogunk jönni szerintem. De lehet, hogy tévedek. A narancssárga vonal elmaradó dupla top gyanú. Tehát így változik a gondolkodásmód. Ezt kellene megtanulni. Ha az M betű jobb oldala fölfelé ágaskodik, és átviszi a sárgát, meg még ezt a hosszú távon ereszkedő lilát is, az longjel vagy nem? Nézzük meg. Javaslat, így gyakoroljatok. Először, ugye itt volt a hétvége, rajzolgatunk egy csomó vonalat, nézzétek meg ezt az adást egyszer, kétszer-háromszor, átadhatunk a hibákat. Gyakoroljatok meglévő csárton, meg így előre gondolkodva egy picit. Most egy, megint csak egy picit néztünk fölé, aminek egy jó jel, tehát még egyelőre a kis emleges pozíciója az már. A kis sortból az itt már kitépte az összes hajaszállát, mert ő így várja, hogy még lejjebb, de nem akar menni. Itt átvittük a sárgát másodjára. Én most fognám magam, nyomnék egy longot, ez lenne a parciális célár, és itt lenne a stopom valahol. Ha skalper lennék a daytrader, akkor kisebb lottal nyomnám a longot, 0-1-0-2-vel, és itt lenne a stopom. Ez az utolsó lét, 21-14 van, mindjárt véget a webinárium. Nézzük meg, mi lett volna a max kisztopó. Nem annyira, tehát jól döntöttem. Akár stalperként, akár daytraderként nyomtam a gombot. Célárok a zöldek, majd a felső emelkedő lila is célár. És így ott is vagyunk. Úgyhogy további szép napot, neki érdés.
azért nem olyan rossz a mutatvány. Volt-e kérdés az eddigekkel kapcsolatban? Nézzünk, hogy egyet gyorsan. Na mondjuk egy H1-et, van egy dupla top, ne csak skalpoljunk, ugye mutattam hosszú távú részvényeket is ma. Ez itt a belépő. Egy-egy risk rewardnál. Egy téglalap magasságában valahol. De lassú vagyok. Zársz. Maradékot. Itt zárod. Ugye mindenki ide várja. Ez most egy ilyen trade. Vagy rátolsz egy csúszósztopot. Megint más helyzet, hát viszik a zöldet. De ez még nem helyzet be. Úgy néz ki. Itt volt a parciális zárás, itt volt az utolsó zárás. Itt meg a dupla és ember még stopen ütése. Kármi a képernyő szélén. És akkor most meg lehet nézni. Itt ki merne longot nyitni. Én mernék, hogyha most nagyot nyertem, szűk stoppal picit ott beugrálják egy longba, max kiütik, akkor egy kiütéssel végződik az előadás. Pont kiütötték, de azért maga gondolom nem volt rossz. És itt meg be lehet húzni egy esőt rendvonalat. Mondjuk így. És majd egyszer átviszik fölfele, az bizony csodálatos dolog lesz. De csak idáig, mert ugye ez itt fals kipörés lett. Szóval egyen is működhetnek a dolgok. Látjátok? Ha fals kitörés lett a rendvonal fölött, akkor itt nektek H1-en volt két jó trédetek. Egy. Amikor átvitte, beléptél longba. Itt egy részzárás. És akkor valamikor egyszer csak dobod a longot. Mikor dobod a longot? Hát, amikor ez itt törik például. Ha a fals kitörést észreveszed, ehhez kell vér a pucába, itt nyomod a sortot, célárad a lenti dupla V alatti stop loss, stoppod, ez itt, célárnál parciálisan zársz, lehet, hogy csak egy stop kiütés volt, és utána a dupla V-s emberkék nélkül megyünk az égbe, vagy be fog szakadni a piac, ugye kiderül. Hát ez bizony az volt, a dupla véseket kiütötték, és nem mentünk az égbe. Utána viszont ezt a hatalmas válfejvállat illen kiütni a fejtető fölött. Ha mondjuk itt azt topjuk. Hát ez nem befektetés tanács, de ne is csináljátok le. Dupla stop plusz válaszoltam, ugye? Ha meg a dupla V kiütésbe mész bele itt egy újra longba, ugyanabba az irányba, akkor itt a belépőd, és itt a halasztókhozhoz, vagy a fellomalatörésen is bele. Nem tudom, hogy ez most hasznos volt-e, vagy nem, ez a közde pszichológiai nevezett előadás. Megpróbáltam gyakorlatilag enni. A pszichológiai mentális figyelmet, egy felkészültséget igényel, stresszmentes környezetben kell trédelni, gyakorolni kell. Remélem, mondtam újdonságokat is, ha nem, akkor aki tud újdonságot, az nyugodtan írja be a chat ablakba, és legközelebb arról is tanulunk. Erre várok a kérdésekkel, kicsit elnémítom magam, aztán majd meglátjuk. Hát akkor ki az, aki meg szeretné kapni a felvételt? Valószínűleg senki nem fogja. Nézzétek meg YouTube-on, fönn lesz ma este, vagy holnap reggel.
a képen a cím nem ugyanaz lesz, a cím ugyanaz lesz, keressetek rá. Ennyi mára, sziasztok! Szerintem az Admirálsznak van YouTube csatornája, valaki menjen fel, most legyen szíves. Admirálsz Magyarország YouTube csatorna. Itt vannak nyilvános felvételek, meg ilyenek. El vagy ma este, attól milyen gyorsan dolgozik gép, vagy holnap fönn lesz. Mi az e-mail cím? Az én nevem fordítva, kiírva a keresztnevem, ékezet nélkül pont, a vezetéknevem kukac, admiralmarkets.hu vagy com, valaki írja már be, fejből nem tudom, hogy hu vagy com, mindjárt megnézem. Ennyi mára, sziasztok!